A Kecskeméti LC a KATK ellen zárta a megye egy 2016-2017-es szezonját, és a búcsú szépen sikerült, hiszen 7-1-re nyertünk a tavalyi bajnok ellen. Mindkét csapat tartalékos volt, ennek ellenére kifejezetten jó iramú és élvezetes első félidőt láthattunk, hogy mindkét kapu előtt hozott izgalmakat. A kontrákra berendezkedő vendégek végül a villámléptű Meggyesi révén használták ki egy sanszukat a 20. percben, aki ekkor már nem hibázott zicserben. A KLC játéka ettől nem esett össze, továbbra is aktívan támadtunk, végül bő fél óra elteltével SUS lövése ugyan még visszajött a kapufáról, ám a kipattanott balok már belőtte közelről. Pár perccel később támadunk, már a vezetést jelentő gólt is meglőtte, Szalámitól kapott kitűnő ütemű paszt, amit aztán nagy erővel a rövidbe lőtt. Szünet előtt nem sokkal az őszi meccshez hasonlóan 3-1-re növeltük az előnyt, formás akció végén Sejem Zsolt adott be balról, amiben Valkai nagyon rosszul ért bele, Kitűz Zoltán pedig látványos mozdulattal használta ki a védelmi megnyitást. A második félidőre egyoldalú lett a meccs, vendégek erejét a védekezés kötötte le, Meggyesi pedig sérülten vállalta a második játékrészt, így támadójátékukból eltűnt az igazi veszély. Az 51. percben aztán Szalámi növelte tovább az előnyt, miután Sejem csapott le ismét egy nagy védelmi hibára. Bő 20 percig ezt követően főleg mezőnyben zajlott a játék, ám a hajrában ismét megnyílt a gól csak. Előbb egy kontra végén Balogh talált be, aki Koncz forintos hosszú indítása után több szép csellel csapta be a menteni igyekvő félegyházi védőket. Ezt követően előkészítőként is ereskedett, ismét egy jobb oldali akciót vezethettünk, középen pedig Szalámi érkezett, aki hajszál pontosan varázsolta a fejére a masztit. Szalámi ezzel beérte egyébként Török Lászlót, aki hivatalosan 45 góllal tartotta a megye 1-es rekordot eddig, most már azonban nem egyedül. A lefújás előtt nem sokkal aztán a kegyelem döfés is jött, Balogh került még zicserbe, aki ezen a napon nem tudott hibázni, így 4 góllal zárta az időt. A Kecskeméti LC végül a második helyen, ezüstéremmel fejezte be a szezont, az érmeket a mérkőzést követően át is vették a játékosok.